Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt az IFC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rovers sorozat 24. része. Ezt az epizódot egy tabella teteje nagy összecsapásra fogjuk kezdeni a Blackpool ellen, akik jelenleg harmadikak, mi pedig jelenleg elsők vagyunk az IFL Ligue 1-ban. És akkor lesz még ebben az epizódban FA Kupa újrajátszás a Reading ellen, akik ellen ugye pár epizóddal ezelőtt egy 2-2-es döntetlent játszottunk, és a Lincoln City ellen fogjuk bezárni ezt az epizódot a bajnokságban. És hát akkor itt rúgság be minket egy kicsit a csapatmélység támadó szempontból, mivel ugye Montoya sérült, Cech és Menza fáradt, és őket inkább a Reading ellen szeretném tartogatni, ezért Gallardo fog játszani csatárt, mivel Alinak nincsen csatártársa Montoya sérülése miatt, szóval lehet, hogy januárban nézelődni fogunk a free agentek között, és úgy igazából megnézzük a piacot, hogy hol találunk magunknak egy ötödik számú csatárt, mert Krisztály tisztán látszik, hogy négy nem elég. Forrest, Brown, Rojas, Bader, McManus, Vavrežnjak, Ali Smith, Gallardo, Ali Ramirez, ez a kezdő 11-ünk, Blackpool, Forrest Green Rovers. Joseph, szabálytalanság. Ha jól látom, David Badertől, és attól félek, hogy ez a 16-oson belül történt. Harmadik perc. Igen, ez a 16-oson belül történt. És ez akkor büntető lesz a Blackpoolnak. Nagyon rosszul kezdik ezt a mérkőzést. Stevenson a harmadik percben Forresttel szemben elküldi a rossz irányba. Harmadik perc, a büntetőpontról szerzi meg a vezetést a Blackpool 1-0. És ez a Stevenson, aki betalált ellenünk, az egy játék által generált játékos. Mekkora az irónia, hogy pont arról beszéltem, hogy kell egy ötödik számú csatár nekünk, és ez a Stevenson srác, ez valószínűleg egy csatár. Stevenson! Óriási problémákat okoz nekünk a fiatal srác. Rain. Joseph! Forrest! Szerintem még nem is léptünk át a Blackpool térfélre, olyan szinten nyomás alatt vagyunk. Dougal. Hát, Sammarali! Fölé. Casey belerúgja Vavrežnjakba. Gallardo. Lőhet is. Gallardo! Grimshaw. 5 perc van hátra az első fél időből. Ez az 5 perc Smith szögletével fog kezdődni. Thompson fejeli föl, Ali szedheti le. Nem Ali, Sammarali felé. Az első fél utolsó percére átveszik az irányítást ezen a mérkőzésen. Smith, Gallardo, még egyet tovább, nem oda, ahova szerettem volna. Ali! Érződött, hogy be fog találni Sammarali ezen a mérkőzésen, és meg is teszi. És ahogy mondtam, az első fél utolsó felére átkerült az irányítás a mi kezünkbe, és megérdemelten szerzünk gólt. A kapitány Sammarali góljával 1-1. Ramirez. Át tudja verekedni magát. Ramiro! Grimshaw. Veszek Vavrežnjak húzol a szélen. Most készíti vissza, de senkinek nem jó. Sammarali egyből! Grimshaw szöglet. Contreras jól találja meg David Smith-et. Középen nem igazán vagyunk, a hosszú érkeznünk. Ó! Pennington, hát bepasszolta a saját kapujába. Hát ez nem Penny, hanem ez Pennington. Egy nagyon bizarr öngóllal fordítjuk meg a mérkőzést. Zavarba jön a Blackpool, zavarba jön Pennington. Hát ezt miért kellett hazapasszolni, kezdjük ott. Azt ki lehetett volna vágni szögletre. Át lehetett volna venni, el lehetett volna vinni ember mellett. Valamiért Pennington úgy dönt, hogy haza akarja adni, és ez a nagy hiba. 2-1. Contreras, ne hagyják lőni, bár mondjuk én azt mondanám, hogy hagyják. Adeali nagyon szépen fordul le. Adeali! Grimshaw! Gabriel megtolja, majd aztán összecsúszunk. Összecsúszott Contreras és Gabriel, amiből úgy néz ki Contreras jött ki rosszabbul. Ez nagyon nem jó ilyen nagy meccs előtt. Gallardo, ne Contreras, már jól van. Még egy időhúzós akció belefér. Adeali befelé jön. Jön Smith vele együtt. Smith még egyel tovább. Brown középre. Alig nem jut el. Grimshaw pedig előre vágja. Két gólt szerzett a Blackpool, mégis 2-1-es vereséget szenved. Az első 20-25 percben nagyon szenvedtünk a Blackpool nyomás alatt, nagyon beszorultunk, és hát folytogatott minket a Blackpool, de aztán nagyon korán megszerezték a vezetést egy büntetőből, de utána a 25. perc körül változott a kép
és egészen a meccs végéig mi voltunk cruise controlon. Aztán sikerült egyenlíteni Sam Morelli góljával a hosszabbításban az első fél időben, és aztán egy nagyon bizarr Pennington góllal nyerünk. Ahogy mondtam, 2 gólt szerzett a Blackpool, mégis a végeredmény Blackpool 1, Forest Green Rovers 2. Contreras megsérült. Az baj. Az baj. 4 hetet fog kihagyni Ivan Contreras, ami azt jelenti, hogy egy hónapot. Ó, de rossz kor jött. De nagyon rossz kor jött. De vannak scouting reportok, ha az egy kicsit feldob minket. Ó, hát felfog. Hát, Svédországba jött vissza egy játékos, Noah Carlson, 17 éves, 53-tól 73, over 71-től 94 potenciál. Középpálya területe plusz csatársor. 2,3 millió fontot ér a svéd srác. Hát, ha ő középpályás, akkor megoldottuk a Contreras problémát egy hónapra. Biztos, hogy fel fog jönni az akadémiába, az kétség kívüli. És Nigériából is van egy játékos, aki nem ugyanaz a kaliber, de bíztatónak néz ki. Samuel Emos, 16 éves, 50-től 68 óvra, 75-től 91 potenciál, kicsivel több, mint fél millió font az értéke a Nigériának, szóval ő is feljön az akadémiába. Noah Carlson eredetileg támadó középpályás, és 14 hét lenne, hogy átalakuljon középpályássá. Engem nem érdekel. Jön fel a felnőtt csapatba, és játszani fog a Reading ellen. Nem érdekel. És akkor így fogunk felállni a Reading elleni FA Kupa újrajátszásra. Forrest, Brown, Rojas, Nielsen, Kaya, Carlson, Wawrzyniak, Smith, Cech, Nenza, Baran, ahogy mondtam, Carlson lehetőséget kap, ennél jobb időben nem is jöhetett volna. Forrest Green Rovers, Reading. Nenza, Cech, egyből! Andrészon! Marek Baran nagy léptekkel indul a Reading kapu felé. Marek Baran, megállíthatatlan a lengyel. Eddig volt megállíthatatlan. Forrest Green szöglet. Carlson áll mögötte. 29. perc. Smith! Elfele ment tőle az a labda, szóval vissza kellett nyúlnia. Így is kinyerünk még egy szögletet. Carlson megint. Lehet ez is ugyanolyan jó, mint az előző. Nem annyira. Menza dör rá! És aztán Cech nem tud belebökni. Henry Brown. Brown középen Menza. Bele tudja tenni a fejét, ő nem. Baran se tud lőni, Kamara. Óriási terület Smith előtt. Hát ez hogy engedtük, hogy megtörténjen? Hát valaki belóghatott, vagy valaki elaludt. Mert Smith az üresen mehetett Forrest kapujára. És egy felrugott labdával megszerzi a vezetést a Reading az első fél idő végén. Látni akarom, hogy ki ragadhatott be. Hát ebből nem fogunk túl sokat megtudni. Hát ez a védelem lelkén szárad. Ez egy óriási hiba. Vezet a Reading. Viszont jöhet a válasz. Menza! Büntető, I think. Sárgalap. Jökül Andrészonnak. A Reading kapusnak, és úgy néz ki, kapunk egy büntetőt. Kapunk hát, Smith áll mögötte. Lehet, hogy nem, én Menzát akarom erre rárakni. Aki kinyerte, az végezze el. Joshua Menza. Nagyon szép! Azonnali válasz a Reading gólra, és megint jóval az első fél idő hosszabbítása után szerzünk gólt, úgyhogy mint a Blackpool ellen. Joshua Menza a büntetőpontról. 1-1. A kimondhatatlan nevű srác lövését védi Forrest. Reading szöglet. Menza. Menza úsz befelé. Menza teker! Andrészon a kipattanott Baran! Oldalháló. Carlson. Go on Son felé. És Cech. És aztán Menza. Lehet lőni! Joshua! 2-1! 66. perc. Joshua Menza először a büntetőpontról, majd aztán open playből. 2-1 Forrest. Menza. Megvárja Richard Cech-et. Richard Cech. Kinyírhatja ezt a mérkőzést, Andrészon véd. Na, valaki egy távolról érkező lövést? Nem. Már nem volt elég idő. 2-1-re verjük a Readinget is, ugyanúgy, ahogy a Blackpoolt a bajnokságban. És megyünk tovább az FA kupában. Igaz, kellett egy újrajátszás. De Joshua Menza duplája elég ahhoz, hogy 2-1-re megverjük a Readinget. És megyünk tovább az FA kupában. A végeredmény a New Lawn-on. New Lawn? Igen, New Lawn. Néhányszor keverem a New Lane vagy New Lawn. Forrest Green Rovers 2, Reading 1. És akkor, hogy az utolsó mérkőzés előtt még ami eszembe jutott, így a semmiből,
az, amit már nem csináltunk egy jó ideje, szerintem a Chemnitzer volt az utolsó csapat, akivel ezt csináltuk. A scoutjaink, jelenlegi scoutjaink szerződése, vagyis hát idő, vagy útja, az januárban le fog járni. És arra gondoltam, hogy hogyha visszajönnek a scoutok, akkor ennek a három scoutnak felbontjuk a szerződését, és igazolunk scoutokat, viszont egy csavarral azok a scoutok ex-akadémia legendák játékosok lesznek. Szóval most arra szeretném mindenkit kérni, hogy egy teljesen random akadémia legendák játékost írjon le a kommentekbe. Lehetőleg ne olyan játékosokat, akik már voltak menedzserek, mert az úgy kicsit érdekes lenne, kicsit csesztetni a timeline-t meg a lore-t. Hogyha kell segítség bárkinek, akkor a Discord szerveren a gyakran ismételt kérdésekben ott van a góllövő lista, onnan lehet szemezgetni játékosokat, hogyha esetleg valaki nem emlékszik a játékosokra, vagy újít, szóval egy akadémia legendák játékos nevet a kommentbe, hogyha valaki leír, azt megköszönöm, és akkor januártól új, de ugyanaz az arcok fognak érkezni a Forest Green Rovershez. Így fogunk felállni a Lincoln City ellen az epizód utolsó mérkőzésére. Forrest Brown, Rojas, Bader, McManus, Morrow, Ali Smith, Check, Menza, Ramirez, Forrest Green Rovers, Lincoln City. Morrow, Mike Morrow, go on Mike! Mike Morrow, Jensen! Húzza vissza, készíti le, Mike Morrow megint nagyon jó pozícióban, Jensen üti felé. Forrest Green szöglet, 20. percre ráfordulva, Ramirez, Smith, Jensen, még egy szöglet. Hackett, Walker, Walker, Forrest, ezt benne kéne tartani, Brown meg is csinálja. Morrow, jó labda, check, Richard check! Mike Morrow gólpassz, hát volt két helyzete Mike Morrownak, aki ugye januárban távozik, és most kioszt egy gólpassz Richard checknek. Hát, ha ezt fogja vinni az új csapatához, akkor sok sikert, hogy megállítsd Mike Morrowt. 1-0 Forrest, Menza. Joshua Menza. Menza lő mellé. Mike Morrow. Mike Morrow mellé. Nagyon-nagyon bizalma van ma Mike Morrownak. Lehet ezzel akarja bizonyítani az új klubjának. Most nem emlékszem, hogy a Morken vagy a Bolszol vette meg. Azért mondom azt, hogy az új klubja. Az új klubjának, hogy megérte őt megvásárolni. Morrow. Megint játékban van, és megint kihozhat egy gólpaszt. Menza! Hát lehet, hogy az utolsó mérkőzésén Mike Morrow két gólpasszal távozik a Forest Green Rovers-től. Mind a két csatárunkat asszisztálta, Menzát is, Checket is, 2-0 Forest. Ejoma. Ejoma, rohasz odabök, és az büntető. Hát az kristálytiszta volt, semmi kétség nincs benne. Tony Rojas, Bader odaadott egy büntetőt a Blackpoolnak, most Tony Rojas odaad egy büntetőt a Lincolnnek. És ezzel az a baj, hogy visszaengedjük őket, ha ezzel betalálnak. Walker Forresttel szemben. És Walker középre rúgja. 68. perc, 2-1. Ali. Sammar Ali. Sammar Ali! Mellé. Morrow Smithnek teszi le. Lehet egy mesterhármas asszisztokból. Smith! Kicsivel gurul mellé. Ali. Letelik a 92 perc, és itt a vége. 3-2-1-es győzelem ebben az epizódban, Blackpool, Reading, Lincoln. Mind a három csapat egy 2-1-es vereséget szenved a Forest Green Rovers ellen. Mike Morrow két gólpasszt adott, majdnem elfelejtettem. És hát ha ez volt az utolsó mérkőzés a Mike Morrownak, ami van rá nagyon sok esély, akkor gyönyörűen búcsúzik. A végeredmény Forest Green Rovers 2, Lincoln City 1. És akkor nekünk elérkezett a szezon félpontja. Van, akik már túl is mentek rajta. 23 mérkőzést játszottunk a 46-ból, 51 pontunk van, és még mindig ugyanannyi ponton vagyunk, mint a Sheffield Wednesday, viszont nekünk van egy mérkőzésünk, amit még nem játszottunk le, szóval ha nyerünk, akkor növelhetjük az előnyüket 3 pont. Jelenlegi állapotban, szezon félpontjánál mi vagyunk a tabella tetején, aztán ugye a Sheffield Wednesday, Portsmouth, Blackpool, Plymouth és Fleetwood, akik jelenleg a playoff helyen állnak, de mögöttük három csapat van 39 ponton, Rotherham, Reading és Exeter, szóval ők még pályáznak a playoff helyekre. Kieső helyen pedig jelenleg a Wigan, a Bristol, a Stockport és a Notts County. Hát a Stockport és a Notts County nem igazán tudott eddig sebességbe rakni magukat a League One-ban, de nincsenek olyan messze
a biztonságtól csupán 4 pontra. Szóval ennyi volt a 24. rész, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!